Kedves nézőink, a következő bő egy órában Napjaink című közéleti magazinunkat látják. Annak rendje szerint megkezdődött a 2024-25-ös tanév a Bói Általános Iskolában. A kis elsősöket az óvodából kísérték át az iskolába a tanévnyitó ünnepségre. Szeptember 2-án hagyományos forgatókönyv szerint zajlott a tanévkezdés Bolyban. Az óvodától búcsúzók és elsősöket a suliba a 8-osok kísérték át, leendő osztályfőnökük pesztrálása mellett. Persze az elválás mindig fáj, de ennél örömtelibb az új kezdet reménye, immár kis iskolásként. A tanévnyitó ünnepség aztán keretet adott a váltásnak. Itt már konkrétan elsős kis diákként vettek részt a ceremónián az apró kis nebulók. Köszöntötték őket, szeretettel vették körbe valamennyiüket, ma itt ők voltak a főszereplők. No és még az iskola jelvényét is feltűzték számukra a 8-osok. Az iskola igazgatója megnyitotta a tanévet, mostantól lehet gyűjteni a jó pontokat és a dicséreteket. Most még bőven van hely az elektronikus tájékoztatóban. A tavalyi évvégi számadataihoz képest jóval többen vagyunk, 410 körül van az iskola létszáma már, még a múlt héten is iratkoztak be diákok. Az elsősök és az új ötödikeseink, valamint még egyéb diákok a 80 fő körüli létszámot teszik ki. Hát azt hiszem, hogy ebben a nagy melegben nehezen állnak majd át a srácok a tanításra, bár láttam, hogy van légkondi, úgyhogy gyakorlatilag megoldott a tantermeknek a hűtése. Egy-két hétig még el kell. Részben megoldott, de mi úgy gondolom mindig tegyük össze a kezünket, a lehetőségeinknek örüljünk, mert nagyon sok iskola nehézségekkel küzd most ezekben a napokban. Mi nekünk az első és a második emeleten van lehetőségünk a légkondikat működtetni. A többi épületrészben sajnos nincs. Nem azért, mert hogy a légkondikat nem akartuk volna fölhelyezni, sajnos át kell vizsgáltatnunk a teljes rendszert, ez is egy 80-as években épült épület, és a városi önkormányzattal folyamatosan együttműködve ezúton is köszönöm azt a rengeteg támogatás, segítséget, amit kaptunk tőlük, hisz a szigetelést, a nyilászárok cseréjét ezt részben ők oldották meg, de mi is hozzájárultunk, mint a német önkormányzat fenntartásában lévő iskola. A nyáron kicserélésre kerültek a Montiszárnyban, a nyilászárok sokat jelent a nagy melegben, valamint hát további korszerűsítésekre is sor került. Ezekben az együttműködésre nagyon nagy szükség van, és ez meg is tapasztalható. A folyamatos kommunikáció ma már létszükséglet, információ átadás a szülők felé, és hát viszont ennek a rendszere szépen kiépült, ebbe a tanévbe is fogják ezt alkalmazni. Igen, a Kréta rendszeren kötelező jelleggel dolgozunk, és ezen keresztül küldjük az információkat a szülőknek. Természetesen a nevelőtestületen, a pedagógiai asszisztensek csoportján belül külön e-mail rendszerünk is van. Hát napi rendszerességgel mennek az e-mailek oda-vissza. Tegnap vasárnap volt, hát nem tudnám összeszámolni, hány e-mailt és messenger üzenetet küldtek a kollégák, valamint hát az én e-mailjeimnek is nagy örömmel olvasgatták a sorait. Kicsit most nevetek rajta, hisz vasárnap is, amikor az ember meglátja, hogy a munkahelyről jön egy e-mail, de nagyon büszke vagyok rájuk, mert a mai nap már úgy kezdtük, amiket abban a levélben láthattunk. Milyen lesz az idei tanév? Nagyon mozgalmas, rengeteg programmal teli, de természetesen a NAT 2020-nak megfelelően vannak kötelezettségeink, amiket muszáj megtanítatni a gyerekekkel, de törekszünk arra, hogy ne a könyvekből, a száraz könyvekből tanuljunk, hanem valóban élménypedagógiai módszerekkel tapasztalva, meglátva, kipróbálva vehessük azt a tananyagot magunkhoz. Élethosszig tartó tanulásban van részünk. Lessünk be a kis elsősökhöz és egy másodikos terembe, nézzük, milyen a hangulat az első napon. Nagy izgalommal és nagy szeretettel vártuk már az első osztályosokat. Egy hete készülünk már a tanterem díszítésével. Ugye az elmúlt egy hétben sok értekezletünk is volt. Mi nagyon
nagyon-nagyon igyekszünk megtartani igazából ennek az első osztályos programnak azt a célját, ami a legfontosabb, hogy az iskola és az óvodai átmenetet biztosítsuk ezeknek a csöpségeknek, ami azzal jár, hogy valójában ők egy egésznapos iskola rendszer részesei lehetnek. Most délután 3-ig foglalkoztatjuk őket, de nem csupa tanórából áll ez az időszak, hanem az alapkészségek megerősítése, illetve mindenféle olyan készségnek az erősítése, amiben esetleg hiányt észlelünk. Nagy segítség, hogy van még egy pedagógus a teremben? Igen, mindenképpen nagyon nagy segítség, hiszen ugye 21 gyermekkel azért a tanév elején nagyon sok a teendő, mindenkinek megvan a saját kis szociális problémája, kérése, óhaja, sóhaja, és úgy gondolom, hogy két nevelő ezt sokkal nagyobb biztonsággal látja el, mint egymagam. Amikor így elindul az élet, körülbelül mikor ér arra a fokozatára, amikor elmondhatjuk, hogy most már tényleg tanítás van, kell egy-két hét az átmeneti időszak? Én a két hét helyett inkább két hónapot mondanék, tehát az első két hónap valójában a szabályrendszer megismeréséről, elsajátításáról szól, de természetesen a gyerekek már nagyon izgatottak, úgyhogy ilyenkor az első betű tanítása nem válhat magára sokáig. Itt az első hét második felében már megismerkednek az első betűvel. Pak Nikolettával beszélgetünk, az első A-osztályban vagyunk, a szülők már elmentek, így egy kicsit nyugodtabb a környezet. Elindult a munka? Igen, elindult a munka, megkezdtük, izgatottan vártuk már a tanévet, mi is, a gyerekek is, úgyhogy örülünk, hogy itt lehetünk. Jó-e a csapat? Lehet-e ezt érezni elsőre? Igen, én úgy érzem, hogy jó kis csapat leszünk, jó nagy osztály létszámmal, 27 gyerkőc jár ide az osztályba, de szuper lesz. Elmondhatod magadról, hogy már kicsit rutinos is vagy, mert a tavalyi esztendőben is elsősök mellett voltál. Meg lehet ezt tanulni? Meg lehet szokni? Igen, igen. Ez nagyon nagy segítség volt, hogy tavaly is első osztályban voltam, így úgy érzem, hogy nagyobb gyakorlatot szereztem, de mindig jó, hogyha van egy olyan párom, aki már rutinos, és évek óta ezt csinálja. Még nagyon zsongás, a srácoknak meg kell tanulni, hogy iskolában vannak. Ez eltart azért egy darabig. Igen, ez biztos. Hát igyekszünk mindig megkönnyíteni nekik a dolgukat. Vannak ezek az iskolakóstoló programjaink, ez tavasszal szokott megrendezésre kerülni kétszer, akkor az óvodások, leendő elsősök átjönnek az iskolába, és ilyen kis játékos feladatokon vesznek részt, állomásokon, kicsit ismerkednek az iskolai léttel, az osztályokkal, tanárokkal, így próbálunk nekik segítséget nyújtani. Első nap van, gyakorlatilag a gyerekek már füzetet hoztak, itt vannak a könyvek is, lesz miből tanulni, és lesz mit tanulni, ugye? Így van, lesz miből, lesz mit. Ma még nem a tanulási a főszerep, ismerkedünk, ők is egymással, mi is velük, és akkor holnaptól indul a kemény munka. Bekukkantottunk a 2C osztályba, itt már rutinos a csapat, ők már túl vannak egy tanéven. Gondolom, nagyon várták már így a nyár után, hogy újra együtt legyenek. A mi tanévünket a közös próbák indították, úgyhogy valószínű, hogy kicsit már összerázottak, mert a tanévnyitó műsoron a gyerekek szerepeltek a második évfolyamattal a műsort. Minden osztályban, elsőben, másodikban, harmadikban egyre följebb kerül a léc, így a második osztályban mi vár ezekre a gyerekekre, mit tanulnak ebben az esztendőben? Ó, nagyon sok új ismeret. Magyarból, matematikával előkerül a szorzótábla, a bennfoglalás, majd a német tanulmányaikat tovább tudják folytatni. Táncban, technikában, és remélem, ügyesednek a gyerekek, kézügyességük fejlődik majd. És úgy gondolom, hogy a mozgáskoordináció, az elme, az ebben a tanévben is majd fényesítve lesz. Milyen lesz a leterheltségük ebben az esztendőben? Talán egy kicsit könnyedebb lesz abból a szempontból, hogy nem kell nekik 2 óráig végig itt maradni, de a délutáni elfoglaltságok, én úgy gondolom, amiket az iskola, az intézmény felkínál nekik, akár a zeneiskola területén, az kitölti majd a délutánjukat, és hasznosan tudják eltölteni az időt. Itt már nincs mese, vége a strandszezonnak és a vakációnak. Szeptember 2-án becsengettek, kezdetét vette a 2024-25-ös tanév. Sok sikert és kitartást mindenkinek! Sok 100 kóstolójegy fogyott a pécsváradi várban megrendezett határtalan lakomára. A tradicionális gasztrofesztivál nemzetközi szintre lépett.
Határtalan ízek és jó kedv találkoztak Pécsváradon. A pécsváradi vár előtt parkoló sok autó és busz is arról árulkodott, hogy grandiózus esemény keretében teltház van a falakon belül. Az itteni lakoma nem csak azért határtalan, mert összehozza a határon belüli és túli településeket, hanem az ételek sokasága miatt is. Összesen 22 csapat állt neki 10 órakor a főzésnek, délre pedig minden elkészült. A finom falatok kóstolása mellett élvezhettük a kulturális műsorokat is. Szálltak a dallamok a széllel, jobbnál jobb produkciók váltották egymást a fesztivál színpadán. Zengőalja talán legnagyobb rendezvénye, gasztrokulturális eseményen vagyunk. Milyen múltra tekintesz vissza, polgármester? Hát maga a Zengőalja, nyilván maga a korábbi kistérség, most pedig a társulás ugye az több évtizedre, de maga ez a rendezvény, a határtalan lakoma, ez 9. alkalmat üli. Ennek az egyik oka sajnos, hogy 15 után pár kiesett a Covid miatt, de most ez a szerintem nagyon szép rendezvény, ez a 9. Mondhatni, ez egy nemzetközi találkozó? Hát most biztos, hogy nemzetközi. Ugye, mint hogy a pólómon is látszik, ugye most van egy jubileuma Zengőalja kistérségi polgármestereknek és településeknek, ez egy nagyon nagy ünnepe, hiszen a testvérvárosunk, a Unterschleißheime pont 20 éve írtuk alá, vagy írták alá az akkori polgármesterek a partnerkapcsolati szerződést, és ebből adódóan egy nagyon komoly 55 fős bajor küldöttség van jelen, de megtiszteltek most bennünket Hausmannstettenből, Ausztriából, a Pécsváradi testvérvárosa, emellett Pondonhalmáról, a Felvidékről, Garamszentgyörgyről is érkeztek polgármesterek, és minden évben divat az, mondhatom ilyen ronda szóval, hogy nem csak a társulás polgármesterei és települései főznek, hanem az idén például Dunaszekcsőt sikerült beszerveznünk, rengeteg a civil szervezet, ők is ezt egyfajta megmutatkozásnak gondolják. Miről szól Isten igazából ez a rendezvény? Mi magyarok mindig mondjuk, hogy a nagy dolgok a fehér asztal mellett dőlnek el. Van ennek alapja? Hát abszolút, én elmondhatom, hogy így az elmúlt 10 éves polgármesteri időmben, ha egy rendezvényt szervezünk, és az étel nélkül megy, és ital nélkül, az egy kevésbé látogatott, mint ahol étel és ital is van, de én úgy gondolom, hogy ennek a rendezvénynek a lényege elsősorban, és ez nem egy ilyen protokolláris szöveg, az, hogy együtt legyünk, beszélgessünk. A legelején 2015-ben, amikor ezt először ilyen szinten megszerveztük, azt mondták a polgármesterek, hogy este 9-10 órakor itt ültünk a teraszon, már mindenki hazament, hogy nem is emlékeznek, hogy mikor volt ilyen, hogy kötetlenül, nem egy hivatali ügyben leülhetünk, beszélgethetünk, elmondhatjuk egymásnak örömeinket, bajainkat. Tehát én úgy gondolom, hogy a találkozás, ez a fajta barátságos hangulat, ez páratlan, és ennek ez a lényege. Szorgos asszonyokat és urakat látok, itt nagyon finom kalács készül. Bemutatná az egyesületet? Természetesen. A Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete már az elejétől fogva részt vesz ezen a rendezvényen, és minden alkalommal erdélyi kürtös kalácssal várjuk az ide látogatókat. Erre specializálódtak? Igen, nem csak a határtalan lakomán, hanem Pécsváradon más rendezvényeken is szoktunk ilyen kalácsot sütni. Ennek az egyik oka az, hogy a csapatban több olyan ember is van, aki Erdélyből származik. És ismerik a csinyát, binyát. Ismerik az eredeti receptet, igen. Milyen ízesítéssel készülnek a finom kalácsok? Hát itt csak az eredeti cukros íz van, tehát nem lehet fahéjasat, málnásat. Az eltér a szokásoktól. Igen, az kicsit más. Erdélyben ezzel a jó eredeti ízzel készítik, de hát most még ugye az elején vagyunk, de mindig hosszú sorok szoktak itt kigyózni, és általában nagyon szokott ízleni az ide látogató embereknek. Maga a rendezvény mennyire megszokott már, mennyire elfogadott, mennyire szeretik a térségben élők? Én azt gondolom, hogy a várvezetője is kiemelte itt a rendezvény megnyitóján, hogy ez az egyik legnagyobb rendezvénye a várnak, és már sok-sok éve nem csak hogy elfogadott, hanem nagyon népszerű is. És a Pécsvárad város testvértelepülései is például Németországból és Ausztriából is ide látogattak,
És azért is érdekes maga ez a rendezvény, mert hogy itt nem csak a pécsváradi ízeket lehet megkóstolni, hanem a térség településeinek a különböző fogásait is. Itt mindenki jól lakik a végére, ugye? Természetesen, igen. Nem tudom, mennyire látták az étlapot, vagy a reklámújságot, ott több mint 30 féle íz lehet itt megkóstolni a mai nap folyamán. Ha nem szeretsz, nem muszáj hozzám járni, ha nem szeretsz, add vissza a köves gyűrűmet, majd a fene könyörög egy legénynek, elmehetsz a házunk előtt fütyörnek. Azt sem mondom, majd a legény gyerelbe, inkább mondom, akasztom, ha te már elmehetsz, kitanultam én már a te szívedbe. Inkább mondom, szorgos legények vannak itt a háttérben, dolgozzák föl a halat, mert hogy nem a dunaszegcsélyek ezt hozták magukkal, mondhatni stílusosan. Hát igen, hát medvehús nem tudunk onnan hozni, vagy struchús, tehát mi a Duna mellől érkeztünk, onnan kaptuk a meghívást. Egyértelműen stílusosan halászlevet és sült halat fogjuk kínálni a vendégeket, akik a mi stadunkhoz ide találnak. Mennyire jellemző, hogy ti eljöttök Pécsváradra erre a nyitott rendezvényre? Ennek érdekes története van, mert mi egymással a Felvidéken a Garamszer Gyöngyön találkoztunk össze. És a mostani Garamszer Gyöngyi Falu napon hívott bennünket János a polgármester úr, hogy hát ha már itt vagytok úgyis Garamszer Gyöngyön, hát akkor hát gyertek már hozzánk ide Pécsváradba is. Az mégiscsak közelebb van. Mégiscsak közelebb van. Így van, de szíves törömmest vállaltuk ezt a meghívást, mert egy kicsit meg tudjuk mutatni a szegcsélyeknek a kultikus ételét, mert a sütval és a halászlé az igazi szegcsélyeknek az ünnepi eredele. A legények ezt tudják csinálni, ugye? Szinte minden dunaszegcsai legény. Hát az öme igen, most ezt így, hogy mindegyik, azt már nem mondhatjuk, mert elég erőteljes beköltözési hullám indult meg az elmúlt 2 évben a településünk. És az újak még nem tudják? Az újak azok még nem tudják, de azt mondom, a tőzsgyökeres dunaszegcsaiak, ott szerintem nincs olyan család, akik ne tudnának halat főzni, illetve halat sütni, sőt halat fogni. Persze az előző percekben polgármester úr körbe is tudott nézni egy kicsit. Milyen ez a rendezvény, milyen a hangulata? Rendkívül család, és én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Nyilván egy kicsit korán vagyunk még, és most fognak jönni a többi vendége is Jánoséghoz, meleg is van, pusztulat módon. Nyilván így embernek az öltözéke is egy kicsit más, így a nyáruton, de ennek a várnak a hangulata, illetve a csapatoknak a főzése, a nemzetiségi műsorok, a német vendégek, a felvidéki vendégek. Én azt gondolom, ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy kapcsolatokat ápoljanak az emberek, és egy kicsit szórakozzanak itt a nyár végén, az ősz elején. Készülnek a finom lepények, ehhez pedig tészta is kell. Garamszentgyörgyről érkezett a melyik család? Duba család. Mit kell rólatok tudni? Garamszentgyörgyi származásúak vagyunk, a férjemmel mind a ketten ott születtünk, a gyerekeink is garamszentgyörgyiek, úgyhogy a 3. generáció van itt ma velünk. A térképen hova kell elhelyezni? Hova kell elhelyezni? Léva. Hát tudjátok, hogy merre van, attól olyan 20 kilométerre található Szentgyörgy. Milyen az élet nálatok? Vidám, forgatagos, úgyhogy nálunk zajlik az élet. Nemrég volt falunap, ahol mindenki jelen volt. Pécsváradiak, dunaszegcsőiek. És most mindenki visszajött ide. Visszajött ide főzni. Finom lepény készül? Milyen feltétel? Sósat készítünk. Kolbász és lilahagymával, a másik fele pedig szalonna és újhagyma, és a édes az pedig szilvás és túrós lesz. Igen. Milyen a hangulat ez idáig? Eddig nagyon jó, és nagyon jó érezzük magunkat. És jó közül... vendéglátók a pécsváradiak? Igen. Már több éve járunk ide, úgyhogy mi ide jövünk, mint haza. 20 éves az Engőalja, és erről sokat tudna mesélni Erzsébet polgármestere, aki a kezdetektől ennek, aki szövetségnek a tagja. Igen, és épp a tegnapi találkozásunk alkalmával meséltem el, hogy mennyire klassz ez a dolog és klassz ez a történet. Az erzsébeti fiatalok voltak most képben a testvér kapcsolatban kint Utes-Lenszemben, és Utes-Lenszemből mentek Franciaországba. Egy pár évvel ezelőtt kint nyaroló kislány mondta, hogy hát bizony ő ennek a kistérségi kapcsolatnak köszönheti, hogy eljutott ilyen távolságokba, és tele szép emlékkel jött és jönnek vissza a fiataljaink. És ugyanígy van ez
Megvendégeltük őket tegnap, hát azt mondták, hogy úgy érzik, hogy a szívünket, lelkünket kitettük, értük, de ugyanezt tapasztaljuk mi, ha kimegyünk hozzájuk, hogy szívüket, lelküket odaadják, és nagyon jó közösségi hangulatba töltődnek a napokként, és itt is. Majd a folyamán határtalan lakoma van itt a várba, és hát természetesen az erzsébeteiek is finomságokkal készültek. Erzsébet, Szellő és Kékesd, úgymond közösen állítottuk a kis standot. Erzsébet egy kicsit a különlegességre ment rá idén. Én úgy mondom, hogy még szüleimtől tudtam, édesapámtól, ez egy magyar étel, kukorica töltés, tehát olyan, mint a fehér urka kukoricával van a káposzta levél töltve, kicsit erősebben fűszerezve, ugye mert a kukorica nagyon beszívja a sót, de jó kis füstölt oldalas, kis csülök, és más egyéb ilyen történések vannak még alátéve. Tehát nem húsmentes azért? Nem húsmentes, hiába. Ez valamikor a szegények étele volt, ebből dúsították, ugye volt a kenyérből is csináltak kolbászt a svábok, de ezt a magyarok csinálták. A másik csapat ugyanígy Erzsébet és, ahogy mondtam, Erzsébet színeibe és Kékeszellő színeibe, ez a rendes hagyományos töltött káposztát készítették el. Én azt gondolom, nagyon klassz, a idő hibátlan, és a csapatunk is hibátlan, jó a hangulat. Jó itt lenni? Jó, én azt gondolom, minden buliban jó ott lenni. Én nem azt mondom, hogy buli az élet, de hogyha az emberek, nehéz kimondítani az embereket, de ha itt vannak, akkor az érződik, hogy viszont nem akarnak hazamenni. Akkor úgy érzik, hogy amit kihagytak, kár volt, és én azt gondolom, aki ma nap erre a jó kis rendezvényre nem jött el, az mindenki utólag már sajnálhatja. Pótolhatja majd, de csak egy éve lesz rá, hogy ezt újra pótolja. Tehát ugye ebben a BOI televízióval is köszönöm, hogy mindig megkerestek, és bemutatjátok a kis falumat és falunkat, falvainkat, közösségünket, de találkoztunk a halfőzőn, találkoztunk a pécsvádi várnapokon, ezen a kis várlakomán, de ugyanúgy fogunk találkozni a Gereslaki Gőzgombóz Fesztiválon, ahol idei évben a Tibornak ígértem, hogy talán már három csapattal is részt veszünk. Én azt gondolom, hogy erről is szól egy picit az élet, mert az élet ünnepnap és pihenő nélkül olyan, mint egy hosszú út megálló nélkül. Tehát kellenek ezek a megállások, ezek a kikapcsolódások, ezek kicsit közösségformáló délutánok, meg hát a gyerekek is, hogy ismerjék meg ezeket a régi hagyományos ételeket, tehát nem csak pizza, hamburger, hotdog, hanem a régi hagyományos paraszti, finom sváb és a magyaros ételek. A sikeres pécsváradi gasztronap ismét bebizonyította a magyar konyha határtalan sokszínűségét. Maga a határtalan lakoma pedig jövő szeptember elején folytatódik. Negyedik éve rendeznek borsfőző fesztivált Székelyszabarban. A vadételek ínyencei otthon érezhették magukat a jól bevált gasztrórendezvényen. Idén nyáron is megrendezték az immár negyedik Székelyszabari borsfőző fesztivált. A régió vadásztársaságainak köszönhetően vadkóstolóból akadt itt bőven, sőt a rendezvény névadójához hűen ismét sorbanállás alakult ki a borsburger és a borspörköltet kínáló standoknál. Igaz, ez az az étel, amit csak a legelkötelezettebbek és a kíváncsiak ízlelgettek. No, de azért fogyott jócskán. Emellett volt itt virtuális vadászat, légvár, állatsimogató, íjászat, solymász bemutató, rajzversenykiállítás és kézműves vásár is, a kicsik és a nagyobbak nagy örömére. Mindeközben a színpadon a producerer örökzöld dalai szóltak kiváló zenészeknek köszönhetően. Ez a második ilyen nagy volumenű rendezvényünk. A kicsit a szám az megtévesztő, hogy negyedikként hirdetjük, mert mi házi berkeken belül tartottunk már két előző rendezvényt, és annak a sikeréből kiindulva gondoltuk azt, hogy ezt egy picit bővítenünk kellene, és egy nagyobb volumenbe a közönség elé is kellene tárjuk. Úgyhogy tavaly volt az első ilyen nagy rendezvényünk, és annak a sikerét látva gondoltuk, hogy mindenképpen ezt folytatnunk kell, és idén lett ez a második ilyen nagy
de 4-ét hirdetjük, mert előzőleg már mi két kisebb házi rendezvényt tartottunk. Polgármester úr, hogy tapasztalod a borzfőző kifejezés, mennyire vonzza, vagy éppen taszítja az embereket, avagy semlegesként néznek rá? Valakit vonz, ugye nyilván valakit pedig taszít a borzfőzésnek a fogalma. Sokan nem hiszik el ezt, hogy borzot főzünk. Visszakérdeznek, hogy bort főztök? Nem, borzot. Ugye azt tudni kell, hogy a borz az régen egy csemegének számított, és egészen az 50-es, 60-as évekig a lakosság fogyasztotta a borzhúst. Akkor valamilyen oktán fogva ez feledésbe merült, és tehát innen jött a gondolat, hogy ezt mindenképpen elevenítsük fel. Amellett, hogy nem szerettünk volna egy ilyen commerce rendezvényt tartani, mindenképpen egy olyan fesztivált szerettünk volna, amire az emberek felfigyelnek, egy exkluzív, egy kuriózumot szerettünk volna tartani, és én úgy gondolom, hogy ez a barátaim segítségével ez létre is jött. Mert hogy nem most is folyik borzfőzés, pörkölt formájában, és burgert is lehet fogyasztani, mint ahogy az előző évben is, amikor nagyon bevált ez a dolog. Így van, most már el is készültek a borzételek, a pörkölt is, és folyamatosan sütik a húspogácsákat a borzburgerbe. Érdekességképp azt elmondanám, hogy tavaly 12 borzot tudtunk elkészíteni a vendégek számára. A nagy sikerre való tekintettel ezt a számot felemeltük most 22-re. Tehát bízom abban, hogy minden kedves vendégnek, érdeklődőnek fog jutni borzétel. Persze, itt a sátrak alatt a körbenézünk és látjuk a vadásztársaságokat, ők azért javarészt másra koncentrálnak. Van itt szarvas, van itt vaddisznó, mi egymás. Egy szóval, akinek nem jön be az ingyenség, az azért a jó bevált pörkölteket is kóstolhatja. Így van. Nyilván tehát ezt a borz főző fesztivált szerettük volna összekötni egy vadétel kóstolóval, tehát a vadhús promotálásával szerettük volna mindenképpen összekötni. Ebbe partner volt a vadászkamara, illetve az agrárkamara is, akinek mindenképpen meg kell köszönjem a segítségét, az anyagi segítségét is, hogy ez a rendezvényünk ilyen színvonalon és volumenben megvalósulhatott. Még egy apró érdekesség, hogy mufflon pörkölttel is tudunk szolgálni a vendégek számára. Lehet ezt fokozni mindenféle irányba. Így van, mindenképpen szerettem volna fokozni, és egy nagy vágyam lett volna, hogy nutria húst is, nutria pörköltet, vagy nutria ételt is tudjunk felszolgálni, de sajnos egyszerűen végig telefonálva az országot, egyszerűen nem tudtam nutria húst szerezni. Na majd jövőre. Nem merem megígérni, de tervezem, hogy jövőre nutria húsból készült ételek is lesznek. Fuller Miklós úrral, az Agrárkamara alelnökével beszélgetünk a mai rendezvényről, ami egy áldásos rendezvény, hiszen a gasztronómiát, a jó magyar ételeket szeretik a magyar emberek. Én azt gondolom, hogy talán nálunk van a legváltozatosabb, a legjobb ízű, mondhatom azt, hogy a legjobb alapanyagokból készülő étel, talán a világon. Miért jó az Agrárkamarának, hogy felvállal ilyen kezdeményezéseket, és támogatólag lép föl az esemény kapcsán? Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a saját alapanyagunk a népszerűsítése. Talán a koronavírus idejében mindenki egy kicsit visszagondolt önmagában, hogy is történt régen. Nekiálltak az emberek kenyeret sütni, nekiálltak kertet művelni, mint ahogy ezt tanulták, elővették a régi recepteket, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a hazai alapanyagnak a használata, mivel hogy olyan minőségben termelünk, ami bármelyik asztalra bármikor nyugodtan kitehető. Ezt csak támogatni lehet. Önök hosszú évek óta összefognak a vadászkamarával, gyakorlatilag meg annyi alkalommal népszerűsítik a vadételeket. Egyre inkább rákapnak az ízére a magyar emberek? Én azt gondolom, hogy a köztudatban teljes mértékben benne van. Folyamatosan nő a tábora, akik vadételeket fogyasszák. Azt mondom, hogy ennek talán nincs is vége. Tehát, hogy van hova fejlődni benne, kell is benne még dolgozni, de folyamatosan fejlődik. Maga a vad mennyire van jelen Baranyában? Itt a növénytermesztés kapcsán azért találkozunk vadkárral is. Hát nagyon-nagyon fontos, hogy itt az Agrárkamara és a Vadászkamara együtt dolgozom. Nélkülözhetetlen a két ágazatnak a központi szerepe. Nagy vadban, ugye Baranya megye erdősültségének és vízellátottságának köszönhetően nagy létszámban jelen van. Nagyon-nagyon komoly árbevételt jelent, de viszont nyilván a tartása egy nagyon-nagyon nagy háttér
szükséget igényel. Ez az agráriummal való összhangban, azokkal a növényváltozatokban, vetésforgókban és barlangon hagyott területekben együtt dolgozva harmóniában lehet élni. Mennyire szokványos az ön életében, hogy borzot fogyaszt, vagy pörkölt, vagy például a hamburger formájában? Hát nyilván a mai napon ez már többször fölmerült ez a kérdés. Az én első borzfogyasztásom az egy vaddisznóra való hivatkozás volt, és utódalak tudtam meg, hogy borzot ettem. Ez talán több mint 20 évvel ezelőtt volt. Nagyon jól esett, jók voltak az élmények. Innét felbuzdulva minden évben egyszer mi is ugyanezzel ezzel az állategészségügyi háttérrel bevizsgáltatva eszük a borzot, legalább egyszer. Én azt gondolom, hogy ezt fejben kell eldönteni. A hús minősége, a borznak a táplálék fogyasztása nagyon-nagyon hasonlít a vaddisznói, ez az életvitele is, viszont sokkal kevesebbet mozog. Ennek köszönhetően az a zsírszerkezet és zsírost, ami bennem van, az talán különbözik a vaddisznóitól. Én azt gondolom, hogy aki még nem próbálta, próbálja ki, biztos, hogy benne, hogy pozitívan fog. Erre mondják, hogy próbálja az evés, úgy látom a sorban elég sokan megpróbálják azért. Én azt gondolom, hogy ugye évről évre többet prezentálnak, főznek. Én azt gondolom, hogy idén is arra fognak jutni a szervezők, hogy jövőre megint csak több borzhússal kell idejönni. Bakusza Zoltán, Székely Szabar korábbi polgármestere, agronómus, emellett pedig kiváló gasztroguru. Úgy vélem, hogy a mai nap folyamán is azért fogtál főzőkanalat a kezedbe. Hogyne, természetesen. Nem én voltam a főszereplő, de délelőtt a vadásztársaság tartott közgyűlést itt, és akkor ott is kicsit besegítettem. Akkor itt babujást főztük, ott is, vadisznópörköltbe, ott is, szarvasba, egy picit, ahogy tenni szokott, én mozgok az emberek között. Van nehézsége valamilyen fokon a vadhús főzésének? Valami speciális fogás, amitől jobb lesz? Hát tulajdonképpen azt mondom, hogy nincs. Természetes anyagokat kell hozzátenni. Én ellenzem ezt az New Deal dolgot, hogy most lisztkukacot kell enni, meg tücsköt. Mert az a szarvas pörkölt jobb, nem? Az teljesen, vagy egy vadisznó pörkölt, vagy egy babujás is, tehát teljesen ez egy más. Ez a mi ízlésvilágunk, ezen nőttük mi föl, tehát ez nehezen fogunk hozzászokni. Magával a borzzal te hogy állsz? A borzzal, én megkóstoltam a borzot, ettem is borzot, én nem idegenkedem tőle, csak annyira nem lesz kedvenc, ugye? Igen, nem a kedvenc ételem. De úgy látszik, azért fogyasztják mások. Hogy a fenében? Ez egy új irány, ezt az emberek az újra fogékonyak, és ez nem probléma. Én mindig azt mondom, mint az előbb említettem, még mindig ezt tegyük, nézzétek meg. Ez egy székelyszabari földön nevelkedett vaddisznóból, a barátaink készítették, ez egy kapros, túrós csuszával készült vaddisznó pörkölt. Most itt akármilyen lisztkukacot rakunk mi hozzá, ilyen nem lesz, mint ez. És ez el fog fogyni, ugye? És ez el fog fogyni. Ezt a barátaink csinálták, ezt idehozták, mert ez itt nevelkedett. Tőlünk nőtt föl. Én azt mondom, hogy ez a látvány is már magáért beszél, és úgy gondolom, hogy ettől jobbat nem kell tudni enni, meg főzni se. Elmondhatjuk, hogy csudajú fesztivál kerekedett a negyedik alkalomra Székelyszabarban. A borzfőző fesztivál mostanra a térség egyik legközkedveltebb gasztró rendezvényévé vált, köszönhetően a szervezőknek és a lelkes vadásztársaságoknak. Az esemény egyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vadpromóciós napja is volt. Az idei nyarat búcsúztatták a Harkányi Fürdő második fürdőfesztiváljával. Ezrek a vízben, sztárok a színpadon, erről szólt a háromnapos rendezvény. Újabb háromnapos fesztivállal kedveskedett vendégeinek a Harkányi Gyógy és Termálfürdő. A nyár utolsó forró napjain kínáltak hűsítő programot 4 színpadon, mintegy 60 produkciót bemutatva. A Harkányi nyárzáró fürdőfesztivál a vízszerelmesei mellett a zenés produkciók iránt érdeklődőknek is kedvébe kívánt járni, de emellett még számos közönségkedvenc programelem várta az ideérkezőket. Mint az összeállításunkból már is kiderült, a fesztiválozók pozitívan fogadták a fergeteges programot, ugyanakkor a legnagyobb kedvenc továbbra is a hűsítő habok voltak.
Gemenci erdőből érkeztek a vendégek, azt hiszem, hogy ebben a melegben a víz mellé vágytatok. Abszolút így van, ezt csak így lehet kibírni. Mennyire jellemző, hogy ti eljöttök ide Harkányba? Minden évben eljövünk, szeretünk itt lenni. Kimondott a fesztiválra, vagy amúgy is, amikor 40 fok van, akkor az ember a medencébe megy? Akkor is, amikor nem csak fesztivál van, mert nagyon szeretjük Harkányt. Itt családostól jöttök általában? Abszolút, így van. A gyerekek nagy kedvence. Hamar eltelik egy nap? Bőven megtaláljátok a programot? Minden programot megtalálunk, kicsiknek, nagyoknak, idősebbek. Mi nem pihenünk, pedig az lenne a legjobb, de egyébként nagyon szeretünk itt lenni. Tényleg mindenki megtalálja, amit szeretne. Megvannak-e a kedvenc medencék, ahol mindenképpen el akartok jutni? A Benti Wellness medence az a legnagyobb kedvenc most. És ez a lepke ittként a csúszdákkal? Hát ez is most már azért nagyon szár lett, amióta megvannak a csúszdák. Nagymama unokákkal érkezett, az egyik még kicsit lemaradt. Hány napra jöttek? 3 napra jöttünk, vasárnap, holnap megyünk haza. Bakony-Szentlászlóról érkeztek, az hol van? Zihéctől 25 kilométerre. Nem, nincs olyan közel? Nincs, 300 kilométer. Hány napot töltenek itt? 3 napot, de mi nagyon szeretjük Harkályt. Mindig hangulatos, mindig vidám, nyugalom. Évről évre visszajövünk ide. Általában a gyerekek is élvezik az unokát? Igen, ő nagyon, főleg. Igaz? Látom, azért a nagymamának vannak költségei is ezzel a nyaralással. Határokkal, igen. De ez jól esik, ugye? Igen, nagyon jól érezzük magunkat. Jó a hangulat, jó műsorok vannak tényleg. Az előző fürdőfesztiválon is itt voltunk, akkor a másik két unokával. Szuper. Nagy a család, mindenkit el kell hozni Harkányba. Ezt javasolhatjuk másoknak is, akár ugye? Akár másoknak is, igen. Mi szoktuk mondani, hogy ez egy nagyon nyugis hely, tényleg. Minden megtalálható viszonylag átlag áron, tehát nem az a kiugró. Magas árban mindenhol, szerintem elfogadható. A víz pedig csodálatos. Nagypapát látjuk itt unokával, milyen a hangulat itt Harkán? Hát itt nagyon jó. Itt minden tökéletes, ami mi számunkra. Az idő is jó, a víz is jó, a étel is jó? Hát minden, a szállástól kezdve minden. Milyen sűrű jársz ide vissza Harkán? Hát, majdnem csak úgy névente, kétszer-háromszor. De szíved szerint itt lenni minden héten, ugye? Minden nap. Mi szeretnénk itt is lakni, azt mondani. Az lenne a célunk. Melyik medencébe szeretsz ászni, Isten igazából? Általában a lepkébe vagyunk, úgyhogy a gyerekek véget. Nagypapa pedig felügyelhet mindvégig. Én nekem az jutott a felügyelet most már. De ez neked a szíved öröme, ugye? Igen, igen, igen. Mikor jöttök legközelebb Harkányba? Hát nem tudom. Ha még mi jövünk, azért majd szeptember végén, ha nem, akkor már csak jövőre. A hölgyek Kiskörösön érkeztek, hát nincs közel, de hát annál szenvedélyesebben jöttetek Harkányba. Ez így igaz, már most több éve visszajárunk erre az alkalomra, és minden éve fantasztikusan jó szervezett buliba jöttünk. Mindig itt csoportostól jöttök? Igen. Nagyon jó volt tegnapi programok is, abszolút. A Queen. Hogyha eljöttök egy ilyen fürdőfesztiválra, azért ásztok is, ugye? Valamelyik medencét kiválasztjátok? Mindenféleképpen minden medencét kipróbálunk, melyiknek milyen a minősége. Mert ebben a 40 fokban csak ott lehet kibírni? Ebben a 40 fokban csak így lehet kibírni, és nagyon jó. És azért pár hűsítő is kell hozzá, ugye? Persze, igen. Fiúkkal vagyunk, csak külön vagyunk egy picit, ők mennek a meleg vízbe. Mi mindenkinek megvan a maga útja. Így van, és szeretjük. Ő külön, mi is külön. Nagyon jó. Harkány eleve a kedvencek közé tartozik? Nekem igen. Fiatalkorunkban volt itt nyaraló, nagyon sokat jártunk le. Most már évek óta nincs, de visszajárunk. Miért jó Harkány? Nagyon jó a klíma, nagyon jó a víz, nagyon jók az emberek, minden szimpatikus. Mert a nézését meg a csíbőjének a száz aranyét nem adtál. Az Ormánságból érkeztek vendégeink, egynaposra vagy többnaposra? Egynaposra jöttünk. Milyen a hangulat eddig itt Harkányban? Egész jó. Jó, sokan vannak. Szereted a tömeget, vagy hogyha kicsit szellősebb, akkor jobb? Hát attól függ, de most így jó. Jó, mert jó a zene, ugye? Jó a zene. Jó a buli. Milyen sűrű jártok ide Harkányban?
Utoljára szerintem tavaly voltunk. Itt volt az ideje, hogy újra eljöjjön. Vannak-e a kedvencek között olyanok, akik most fölléptek itt Harkányban? Hát nekem akiket néztem előadókat, az Edda. Edda lesz az. Hát maradtok estig ezek szerint. Persze. Jó, és Pataki Attila slágerek. Te is szereted az Eddát? Bár te más generáció. Hát én nem nagyon. De meg fogod hallgatni. Persze, hogyha már kötelező ellen lesz már. Ha választhatnál, te kit rendelné ide együttest vagy zenekart? Jó, Biolex. Hát, igen. Jelezzük a harkányiaknak, hogy erre van igény. Érezzétek jó magatok, nagyon jó fesztiválozás. Köszönjük szépen. Ahogy látom, a divatnak megfelelően selfie képek készülnek egy speciális technikával. Mit kell erről tudnunk? Erről azt kell tudni, hogy az AI-t hívtuk segítségül, és akkor különböző hátterek közül lehet választani. A mesterséges intelligencia besegít? Igen, pontosan. Milyen háttereket tudsz ide varázsolni? Van egy olyan, ami itt ezt a medencét mutatja. Vannak a különböző fürdőkről, lehet válogatni, van egy tengerpartos is. Meg is kapják a képet? Igen, ott tudnak nyomtatni, és lehet választani, hogy egyet vagy kettő fotót szeretnének, ez rögtön itt ki is nyomja. Viszik mind a cukrot? Igen, pontosan. Javasolhatjuk is, aki Harkányból jön lubickolni, nem kell bíbelődni a telefonnal, kiváló selfie készítettel? Igen, szívből ajánlom. Szenzációsan sikerült a Harkányi Fürdő nyári szezonzáró fesztiválja. Rengeteg élménnyel térhettek haza a fürdőzők. Ugyanakkor ne felejtjék, Harkány továbbra is várja önöket gyógy és termálmedencével, mert az ősz is szóljon az itt eltöltött kellemes napokról. Az év bortermelője cím után az év pincészete is villányból került ki a szakmai döntések alapján. A nyertes Gere Attila pincészete lett, ahova most ellátogathatnak velünk. Augusztus végén villányba vett át a Gere család az év pincészete címet, amelyet a Magyar Bor Akadémia, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége nyújt át évről évre munkájuk elismeréseként a magyar borászatban irányadó pincészeteknek. Gere Attilával a legautentikusabb helyen pincéjükben, a hordósorok mellett beszélgetünk. Pont 30 évre rám, miután az év borásza lettem 94-ben, most 24-ben pedig elnyertük az év pincészete címet. Ez azért ad még egy rangot neki, hogy ezt egy szakmai zsűri döntött el, ugye itt három szervezetnek a díja ez, és hát ebből most megmondom őszintén, nem tudom, hogy hányadik ilyen díjat már átadva, de hát ennek mindenképpen nagyon örültünk egyértelműen. Azzal, hogy periférián vagyunk, mármint az ország alsó kerületén helyezkedünk el, eléggé kiesünk a körből, és ugye ennek ellenére a villánynak nagyon szép sikerei vannak. Szerencsére, hogy itt a villányi bortermelők minden eladott liter bor után fizetnek komoly pénzeket, 5-8-10 forintot literenként, és ebből az 5-8-10 forintból bejön éves szinten egy 40-50 millió forint, amit aztán saját magunkra tudunk költeni marketing szempontból. És ugye működik már tehát az utánunk jövő generáció működteti a villányi bormarketing műhelyt. Hát mi nem vagyunk olyan jó helyzetben, mint Balaton. Egész nyáron a Balatonról hallunk a tévében, egész évben Tokajról, meg Egerből halljuk a hírekbe a dolgokat. Nekik úgymond jön egy ilyen ingyen marketing dolog. Itt viszont keményen megdolgozunk, és akkor mi pályázunk pénzeket, a gyerekek azok dolgoznak tisztességgel, és ezeket a pályázati pénzeket fordítjuk aztán villány népszerűsítésére. Mert azért csak a jó bor az azért nem elég. Tehát ide komoly marketinget kell csinálni. Évtizedek teltek el, mire újra villányba érkeztek ezek a komoly címek. Mi okozta ezt a több évtizedes kimaradást? Egy fejlődési folyamat, ami kellett villánynak, hogy újra a topra kerüljön, avagy ilyen volt a széljárás? Nem, szerintem roppant egyszerű erre a válasz. Egyszerűen a magyar bortermelés, szőlő és bortermelés, az óriásit fejlődött.
és hát nyilván nem csak villányba fejlődött, a kezdet az nálunk volt. Azért is volt ugye itt villányban 4 év borásza, és utána volt egy pauza, mert az összes többi borvidéken is egyre több jó borászat fejlődött ki, vagy termelődött ki, akik tehát igényesek voltak a borra, így aztán egyre szebb és szebb borok kerültek ki a piacra. Meg hát csak az, hogy villány vigye mindig a pálmát, azért az nem működik. Nyilván, ha többen vagyunk a piacon, sokszínűbb az egész, szerintem teljesen természetes, hogy egy darabig nem jöttek itt a úgymond a díjak, de most viszont bemutatta a villány ebben az évben, vagy megmutatta, hogy még itt vagyunk. Tehát sokan már mondták a negatívumokat villányra, vagy villány alszik. Hát nem tudom, ha mi alszunk, akkor nem tudom más mit csinál. Szerintem nem így működik, csak hát az élet sokszínű. Főleg most ugye van egy annak ellenére, hogy villány 3 ilyen díjat elhozott, most a piacon egy ilyen fehérbor dömping, vagy nem is dömping, hanem fehérbor imádat van, és most mindenki fehérbort és rozét iszik. Még a rozinak sincs már akkora kereslete, mint előtte volt. A fehérbor meg egyszerűen félelmetes. Hogy működik az év pincészete? Egy kicsit a menedzsmentről. Tudom, hogy a család minden tagjának szinte van reszortja, feladata. Hogy oszlik ez meg a mindennapokban? Azt tudni kell, hogy én most január 1-ével gyakorlatilag visszaléptem, és átadtam a stafétát. Hát ugye az Andi lányom, most ő lett gyakorlatilag a cégnek a vezetője. Ő már itthon dolgozik 21 éve, tehát ő azért már ismerte, vagy ismeri a céget. Nyilván a hétköznapokban kell ő neki most inkább beletanulnia. A vőm meg ugye ő is közgazdász, és mind a ketten közgazdászok. Egyik a pénzügyön, másik a vendéglátóipari vonalon tanult. Hát most ebbe bele kell jönni, ez egy kicsit másabb irányvonal, de jó, lelkes ő is, Andikám meg hát már tudja, ismeri, szereti a borvilágát, és a családban főleg így, hogy most már van 2 fiú unokánk, akikre elsősorban ugye a nejem figyel oda, és köti le az idejét a két srác, meg hát nekem is most egy sok boldogságot okoznak ezek a kis picurkák. Amikor az ember elér egy ilyen mérföldkőhöz, mint az év pincészete cím, akkor jó egy kicsit így visszagondolni a történtekre, felidézni a filmet, ami lepörgött ez ideig? Elgondolom őszintén, hogy most az utóbbi 1-2 évben gondolok bele, hogy tulajdonképpen mi is történt itt nálunk. Az valahogy nekem automatikusan jött, hogy ezt most meg kell csinálni. Mert ha ezt nem csinálom meg, akkor a következő lépés nem lehet megtenni. Ezt megcsinálta az ember, akkor megkövetelte, hogy na, a következő lépést is meg kell csinálni ahhoz, hogy az komplett legyen. Tehát itt egymásra épültek ezek a téglák, és hát ugye valahol, én legalábbis azt mondtam, valahol egyszer megállt kell parancsolni, és ezért mi már évek óta nem is vásárolunk szőlőterületeket, és inkább az egyszerű borainkhoz, a kis termelőtől megvesszük a szőlőjüket. Én azt mondom, hogy ez kettős haszon, nekünk is van egy biztos termelői hátterünk, a kis termelőnek van egy biztos felvásárlója, tehát nem bizonytalanra termel kint a szőlőbe egész éven át. Úgyhogy én... Lehet, hogy ez egy alkat kérdése, de én soha nem azért dolgoztam, hogy év borásza legyek, vagy az év pincészetét megnyerjük, hanem egyszerűen tettük. Amikor kimentünk, láttunk valamit, mondom, ezt a hazajövünk, ezt meg kell csinálni. És ez mindig inspirálta arra, hogy na akkor most ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni, vagy ezt a technológiába, akkor azt kivesszük, ami volt, betesszük az újat, amit ott láttunk, és ez mind a fejlődés. Ezek az egyik motorja volt az a ilyen külföldi dolgok. És én mondom is a fiataloknak is, hogy menni kell. És nyelvet, legalább 2 nyelvet tudni kell, az 2 diploma. Mert kommunikáció nélkül nem működik.
A három szakmai szervezet az év pincészete díj odaítélésének folyamata során komplexen vizsgálja a magyar borászatok működését. Ismerhetjük meg a részleteket Koch Csabától, a Magyar Borakadémia elnökétől. Az év pincészete díj az egyik legrangosabb díj Magyarországon. A Magyar Borakadémia adja ki, 2024-ben 18. alkalommal jutalmazta a kimagasló teljesítményt nyújtó pincészeteket ezzel a díjjal. Azért a legrangosabb díj Magyarországon, mert nagyon széles szakmai alapon nyugszik. A Magyar Borakadémia 850 jelölő személynek, szervezetnek küldik a jelöllapot, ahol évbortermelőire és évpincészetére adhat le jelölést. Ez a 850 személy a teljes magyar borásztársadalmat, gasztronómiát, kereskedelmet, tehát minden olyan szemét érint, aki objektíven is jól látja az ágazatban tevékenykedők munkáját. A 850 kiküldött szavazat alapján három pincészet kapta a legmagasabb szavazatszámot, a Szent Andrea pincészet, a Sauska pincészet és Gere Attila pincészete, majd a három pincészetet felkértük, hogy egy kis anyagot készítsenek magukról, a tevékenységről, a munkájukról. A három szakmai szervezet elnöksége tagjai egyedileg egyesével titkos szavazással adhatják le szavazatukat. Legtöbb szavazatot Gere Attila és pincészete kapta. A díj azon kívül, hogy legszélesebb szakmai alapon nyugszik, utána pedig a legmagasabb szakmai szinten történik a három jelölt közül a kiválasztás. Én azt gondolom, hogy ez bizonyítja, hogy ez egy nagyon magas szintű, nagyon rangos díj, és a szakmán belül is mindenki így gondolja és így értékeli. Az évpincészete díj az egy komplex tevékenységet mutat, nem csak a borász egyedi tevékenységét vagy teljesítményét, hanem a teljes környezetének a teljesítményét jelzi, és példát mutat a magyar szőlőborágazat szereplői számára, hogy igenis van sikeres út ezen a nehéz terepen, ahol jelenleg ma dolgozunk. A Gere birtokon nincs megállás, jelenleg is zajlik a szüret, és folyamatosak a fejlesztések. Tavaly zárult le egy 1200 négyzetméteres pince építése, ami egyaránt alkalmas hordós és palackos érlelésre. Ezen túl a már meglévő pince burkolata és belső tere is megújultak, így nem csak azokat várják egy pince látogatásra, akik még nem jártak a borászatban, hanem azoknak is érdemes újra eljönniük hozzájuk, akik régebben már megfordultak itt. Kedves nézőink, a Bolyi Televízió vendége Hargitay János országgyűlési képviselő, aki persze, mint mindenki, kipihente magát egy kicsit nyáron, de emellett rengeteg tennivalója is volt, hiszen menedzselni kellett a Mohácsi híd ügyét is többek között. Természetesen ez is témánk lesz, és más aktualitások. Nagy tiszteletre köszöntöm képviselő urat. Köszöntöm szerkesztőt, és a televízió nézőit is. Elindult az élet, és hát pezsgés van már itt a választó körzetben, és augusztus 20-a kapcsán Hárs József polgármester úr állami kitüntetést vehetett, tehát biztos vagyok benne, hogy képviselő úrnak a keze is benne van ebben a dologban. Szijjártó miniszter úr Mohácson járt, a MOFA-ba adott át egy bizonyos részleget. Egy szóval visszatért az élet ide a déli végekre, és lassan mindenki visszatér a nyaralásból. Igen, hát ha valami a térséget érint, és abban valamilyen módon nem lenne benne a kezem, akkor szégyelhetném is magam. Hát Zsuzsi egy olyan nagy állami elismerést kapott, ami nem volt megosztó, szerintem 100-ból 1000 emberből 1000 helyeselte, nem csak itt a térségben, ahol, vagy itt a városban, ahol jól ismerik a polgármester úr munkáját, de azért az ő tevékenysége olyan volt, hogy nem csak Bolyról ismerték, hanem azt még Budapestről is látszott a tevékenysége. Tehát ő a nagybetűs polgármester sokak szemébe, az én szemembe is, úgyhogy minden elismerést megérdemelt, nagyszerű életpálya van mögötte, de hát természetesen egyszer mindannyian befejezzük a tevékenységünket. Hárs polgármesternek jó egészséget kívánok, boldog nyugdíjas éveket, és a bölcsességével, tanácsaival maradjunk köztünk. Én a régi polgármesterekkel is tartom a kapcsolatot, és azt remélem, hogy Hárs Józsi is köztem az a kapcsolat, ami hosszú évtizedek alatt megerősödött, az a jövőben is működni fog.
Szijjártó miniszter úr látogatásának mi volt a jelentősége? Sorra jönnek egyébként a miniszterek a térségben, hol átadni, hol fórumokat tartani, hol olyan bejelentéseket tenni, ami tényleg történelmi Mohács szempontjából is, a térség szempontjából. Egy szóval, hogyha jön egy miniszter, akkor tudhatjuk, hogy valamivel megint előrébb lépett a térség. Így van, egy kapacitás bővítő beruházást hajtott végre a MOFA, több mint 2 milliárdért is ehhez az állam. Jóval több mint 200 millió forint támogatást adott. Ugye a MOFA-ra én úgy tekintek, már akkor is létezett, amikor én gyerek voltam, 59-ben állami vállalatként létezett, és emlékszem arra, hogy amikor én térképet bogaráztam általános iskolás gyerekként, mindig szerettem a térképeket, most is, akkor arról voltam büszke, hogy az ilyen gazdasági jellegű térképeken az én térségemet faipari központként értékelik. Rendszerváltáskor kérdés volt, hogy ez a tevékenység tovább tud-e menni. Létrejött egy állami, egy magánrészvénytársaság magyar tulajdonosokból. A következő utalágazás, amikor szigorodnak a környezetvédelmi szabályok, és a korábban használt vizes technológiát, ami nagyon környezetszennyező volt, és egy ilyen technológiával gyártották a farostermeszt, ezt korszerű környezetkímélő száraz technológiára kellett átállítani. Na ez már a kronospán időszaka. Addigra már bejött ez a szakmai befektető, osztrák tulajdonú egyébként, nagyon sok fejlesztést eddig is megvalósított. Ez volt most az utolsó egyik, aminek kapcsán a miniszter is itt volt a MOFA-ba egy látogatáson. A városnak, hát ők az egyik legnagyobb foglalkoztatói, és ennek megfelelően az egyik legnagyobb azófizető is. Ott a környezetében, ezt tegnap el is mondtam, hogy ott a környezetükben, a MOFA környezetében pedig olyan fejlesztések zajlanak, illetve indulnak nem sokára, amik nem, hogy Mohácsot, egész Baranyát át fogják formálni. És már is elérkeztünk a beszélgetésünk csúcspontjához. Sokat beszéltünk már róla, de mindig olyan ütemek jöttek, ami meghatározó volt a végeredmény szempontjából. Hát felkerült a pont az íre, ha lehet ezt mondani, hiszen a napokban a Magyar Közlönyben megjelent gyakorlatilag a forrás hozzárendelés a Mohácsi híd építéséhez, ütemezve, évekre lebontva. Ez alfája omegája egyébként a beruházásnak, mert forrás nélkül ez nem működne. Hát a sors az egy nagy rendező. Ez a, itt van egyébként a kezemben maga a kormányhatározat, ez a kormányhatározat a Közlönyben, amit szerkesztő úr említ, pont a csatai évfordulón jelent meg. Tehát 2 évvel pontosan az 500. évforduló előtt. Erre mondom azt, hogy a sors egy nagy rendező, hisz Mohács 500 elképzelései között is ez egy kulcselem, amikor a területfejlesztési vonatkozásait nézzük Mohács 500-nak. Igen, korábban is innen a televízióból is tudósítottam az érdeklődőket, hogy kiviteli tervek már megvoltak, már a közbeszerzés eredményeként megvolt, hogy a Duna-aszfalt lesz az építő, de azt is tudtuk, hogy ahhoz, hogy az a megkötött szerződés, ami csak feltételesen volt megkötve, az jogilag is realizálódjon, ahhoz a kormánynak egy nyilvános döntést kell hoznia, és amiben a forrásokat biztosítja a híd megépítéséhez. Ez a kormány döntés ezt tartalmazza. Ezért azt mondhatom, hogy ekkora számok állami beruházásban a Dél-Dunán túlon, Paksot leszámítva, hogyha azt is Dél-Dunán túlak tekintsük, az egy más tészta, ez még ennél is sokkal nagyobb beruházás, de mondjuk Baranyában ehhez fogható léptékű beruházás nem valósult meg, ami a Duna hídat és a hozzá kapcsolódó úthálózatot jelenti. Ez most a zöld lámpa? Ez a zöld lámpa. Innentől kezdve gyakorlatilag felvonulhatnak az építők. Októberben kezdődik az építés. Az idei évi költségvetésben már 2 milliárd forintot kapott a közlekedési minisztérium azért, hogy azt a még megoldatlan körülbelül 120-nyi ingatlant, aminek a megszerzése folyamatban volt, de félbe szakadt, amikor mindent leállítottak, azt most ügyvédek befejezik, és mivel a szerződés életbe lépett, ezért én kézténként tudom rögzíteni, hogy októberben már azt fogjuk látni, hogy elindul a munka, és 28 végére el fog készülni a híd, és a hozzá kapcsolódó úthálózat. Emlékeztető lesz itt a mi oldalunkon 2x2 sáv egészen a hídig,
a kanyartól, az autópálya kanyartól, a túloldalon első ütemben kétszer egy sáv, körülbelül 20 km hosszan, Baja alatt Csátaljáig. Tehát ez az, ami kelet-nyugati összeköttetést fog biztosítani számunkra, Pécs és Szeged összeköttetését ez a rendszer fogja létrehozni. Hogy szokták ezt mondani, nemzetgazdasági a kihajált beruházásnak számít ez? Igen. Hát minden szempontból. Ez az első olyan nagy beruházás, amit most az állampályára állította a válságos időszak után. A Covid óta mindig azzal kalkulálok, és kalkulálunk mindannyian, hogy csak-csak jobb költségvetési helyzetben kerülünk. Na most azért én tényként rögzíthetem, hogy a Covid után jött a másik Covid, bejött a háború annak minden nyűgével, és ezért költségvetési szempontból most még nehezebb helyzetben vagyunk, mint a Covid időszakában voltunk. Ugyanakkor mindannyiunkat, és a tervezőket, és a pénzügyminisztériumot, a gazdasági minisztériumot is meglepte, hogy milyen drasztikusan visszaestek a beruházások az országba. Beruházások tekintetében az utóbbi években, a Covid előtti világról beszélek, szinte Európa csúcstartók voltunk állami beruházásokba, és magántőke beruházásokat együttvéve. És ez esett pillanatok alatt gyakorlatilag össze, megfeleződött. Most ebben a helyzetben, amikor a magánberuházók kivárnak, óvatosak a fejlesztéseik tekintetében, ki tud gazdaságot élénkíteni, csak az állam. És ezért költségvetési szerepvállalással, költségvetési forrásokból pénzt pumpál a gazdaságba, gyakorlatilag elindít nagy állami beruházásokat is a Mohácsi híd, az egész országban az első ebben a sorban. Mikorra érjük be a naptárba a híd átadását? Ez mikorra ütemezhető? Ugye már a közbeszerzés kiírásakor, a kiviteli közbeszerzés és kiírásakor az tudott volt, hogy a híd megvalósítására 50 plusz 2 hónap, tehát 52 hónap áll rendelkezésünkre. Tehát, hogyha október közepén elindul az építés, ahogy mondtam, akkor ez 28 végét jelenti, 28 végére állni fog a híd. Utoljára itt beszéltünk Mohács 500-ról, akkor is mondtam, hogy a csata évfordulóra, 26-ra nem lesz még meg a híd, de a nagy kontúrjait már látni fogja mindenki, és azt remélem, hogy ez a kétszer két sáv, ami itt a Dunántúli oldalon megépül, ez viszont a csatafordulóra is elkészül. Nézzük, most volt augusztus 29, természetesen képviselő úr is miniszteri biztosként is koszorúzott az eseményen. Ott volt mindenki, aki a térségből számít, természetesen a Dunadráva igazgatója is, és hát ilyenkor mindig ejtenek pár szót, hogy mi várható, milyen ütemezés lesz a következő időszakban. A kápolnáról már tudunk, a múzeum jellegű fejlesztésről tudunk. Mi nincs még képbe így a nagy nyilvánosság előtt, ami esetleg már tudható, csak esetleg még nem szűrődött ki. Ugye, mivel ez, tehát a Duna híd, ez letudott feladata az én részemről, Mohács 500-nak a többi program elemeire, amiről úgy szoktam beszélni, hogy kulturális és turisztikai beruházások, ott még ez a pont nincs feltéve az íra, bár a kormány előtt már átment ez az előterjesztés is. Jövő hétre kértem időpontot Lázár miniszter úrtól, hogy meggyorsítsam ezeket a dolgokat, és mert azt látom, hogy a közlekedési minisztériumban állnak még az ügyek. Azt tényként akarom rögzíteni, hogy a legfontosabb beruházás ezek közül, amire ön rákérdez, nyilvánvalóan magának a nemzeti emlékhelyének az átépítése, hisz a szíve közepe mindennek, az önmagában egy 15 milliárdos beruházás, a föld alatti nagy kiállítótér, az emlékkápolna létrehozásával, a hősök eltemetésével, emlékfal létrehozásával. Ennek a munkának ősszel el kell indulnia már, mint olyan szinten, hogy ott is meg kell fogni az építetőt, tehát a kivitelezőt, aki megcsinálja ezt a beruházást. Ez azért is érdekes, mert a Dunadráva már tervezi a bezárását a magának így van, a létesítmény. Így van, tehát már készülünk arra, hogy két év interregnumot, az ott lévő dolgozók más feladatot fognak, és máshol dolgozni fognak Mohácson, de gyakorlatilag az emlékhely nem lesz látogatható, hisz az egész egy építési terület lesz. Az összes többi beruházás kapcsán egy ütemezést kell produkálnunk, megint a költségvetési helyzetre utalok, nyilvánvalóan tisztában vagyok bele, hogy mindent nem tudunk felfújni a csatai évfordulóra. A másik ilyen nagyon nagy beruházási elem az valójában a Dunapartnak az átépítése, szálloda bővítés, kompátkelés helyének más helyre szervezése, sokat szépbe szervezése.
mindig tudtuk, hogy ez a Dunahíd projekthez fog igazodni. Tehát amikor már ott vagyunk, hogy közlekedni lehet egy Dunahídon, akkor tudjuk igazán a kompát kelést eltüntetni a jelenlegi helyéről. Tehát ez egy olyan nagy projektelem, ami biztos, hogy már a csatai forduló utánra fog húzódni. Ez eddig is nyilvánvaló volt számomra, az összes többi Széchenyi tér átalakítása, csatatéri emlékkápolna felújítása, kerékpárút, második Lajos szobor környékének rendbetétele, ott kilátó nagy nyárán. Kilátott, az a kerékpárút részeként azt egy elem. Ezeknek az ütemezésében kell dőlőre jutnunk, és persze forrásokat teremteni hozzá. Ez azért nagy dolog volt, hogy Lázár miniszter úr is engedett, hiszen ez egy érzelmi hullámvasút volt itt az elmúlt egy-két év. Hol állt a zöld lámpa, hol éppen pirosra váltott itt a gazdasági helyzetnek a változásai által, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív dolog, hogy nála ez átment. Lázár miniszter úr, hát azt a tárcát viszi, akinek be kellett fékeznie akkor, amikor ez indokolt volt az állami beruházásokat. Tehát nem azért, mert ellene volt valaminek, sőt, minden építés kapcsán az első számú és a legnagyobb szövetségesem. Tehát a miniszter úrra úgy lehet tekinteni, ha rajta múlik, akkor nagyobb ütemben történnének a fejlesztések. A pénzügyminisztérium, aki költségvetési szempontok, inkább ők állnak a féken, tehát a Lázár miniszter úr abszolút partner mindenben, és nyilvánvalóan Düllőre is jutunk, mint ahogy ez se történt volna meg a Lázár miniszter úr előterjesztése nélkül is, a számok és minden egyéb kitárgyalás az természetesen rávált a kormányzaton belül. Tehát ő nem ellenzője Mohács 500-nak, hanem a miniszter úr építeni akar is, fog is ebben a térségben. Én úgy látom, hogy egyébként most nagyon népszerű ez a Starbox a televízió, amikor celebek egymással boxolnak, és hát örjöng az ország, hogy a háttérben gyakorlatilag ugyanezt a Starboxot vívja a Hargita János képviselő úr is, csak nem nyilvánosan a minisztériumokkal, hogy összejöjjön a végére tényleg tökéletesre ez a Mohács 500, a hídépítés, mi egymás. Úgyhogy kitartást, erőt, energiát kívánunk mindez, és sok sikert, és akkor itt legyen kedves majd mindig bejelenteni nálunk a Boly TV-ben a szép sikereket. Köszönöm a lehetőséget előre is. Kedves nézőink, Napjaink című közéleti magazinunkat látták. Találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt.